A Kistelki mentőállomás mentőtisztje Bálint Zoltán a háztartási balesetek esetén alkalmazott helyes eljárásokat mutatja be a következőkben. A háztartási balesetek egyik leggyakoribb, viszonylag hál' Istennek életet ritkán veszélyeztető formája, azok a különböző mértékű új sérülések, gyakorlati értelembe véve az ujjaknak az elvágása, jobbára pedig gyakorlatilag egy vérzéses nyílt sérülésnek az ellátását jelenti. Természetesen itt is fontos az, hogy a vérző sérülés aktuálisan milyen tömegesen vérzik, illetve a vér színe alapján ütőeres vagy viszeres vérzésről tudunk-e beszélni. Az ellátás ennek megfelelően itt is egy kicsit befolyásolja a kötözésnek a lehetőségét, illetve az egyéb más technikák alkalmazását. Természetesen itt is célszerű a betegnek a biztonságos pozícionálása, például leültetése, és itt is célszerű a gravitációs úton történő vérzéscsillapítás megkezdése, azaz a szívmagasság fölé emelése, és esetlegesen a legközelebbi ehhez alkalmazható nyomópont alkalmazásának a kivitelezése. Amennyiben ez a nyomópont jól működik, és természetesen a technikai és személyi feltételek is adottak, akkor a kötözés, itt egy úgynevezett különleges kötés, az új kötés formájában célszerű megvalósítani. Ezt a kötözést gyakorlatilag néhány egyszerű kötszerrel, egy pólyamenettel, egy pár darab raktapaszcsikkal, illetve egy múlpólyával kiegészítve tudjuk megoldani. Mindig fontos az, hogy a kötszereket eleinte, és itt megkérem a segítségnek a saját betegünket, eleinte a csuklón rögzítve, tehát a legközelebbi stabil területen rögzítve kezdjük el. Tehát rögzítjük a csuklón néhány pólyamenettel, közben elkezdjük a vérzéscsillapítást is. Majd amikor megvannak a stabil pólyamenetek, akkor a két kéz háton lazán felvezetve elkezdjük a kompressziós batyúnak a kialakítását. A kompressziós batyú kialakítása során két ujjunkat használjuk, amit váltva egy-egy kis hurokba belehelyezünk, majd amikor már ez elégségesnek bizonyul, akkor az eddig függőlegesen hossztenger irányba kialakított pólyamenetekből átváltunk a vízszintes pólyamenetekre, és gyakorlatilag egy kész kötést alakítunk ki. Nagyon fontos, hogy ilyenkor az ujj azért ne legyen feszesen hátra feszítve. És amikor ez kész van, akkor ugyanúgy a kéz háton visszamegyünk a csuklóra, és egy fordulót kialakítva újabb pólyamenetekkel befejezzük a kötést. A kötések befejeztével egy egyszerű raktapaszcsíkkal lezárhatjuk. Fölmerülhet kérdésként az is, hogy a vérző sérülések esetén a sebeket kell-e minden esetben fertőtlenítésnek alávetni. Az előbb látható volt az ütőeres vérzésnél, hogy nem is törekedtünk a sebeknek a fertőtlenítő ellátására, az úgynevezett sebtoaletre. Ennek az oka az, hogy a vérzés az aktuálisan életet veszélyeztető tényező, ami során gyakorlatilag a sebtisztogatás, illetve a fertőtlenítés egy olyan időpazarló tényező, amit akár az beteg életébe, vagy a sérült életébe is kerülhet. Abban az esetben, hogyha ezek a vérzések nem tömegesek, nem intenzívek, akkor a sebeknek a tisztogatása a helyszínen is már igényként felmerülhet. Ilyenkor a legegyszerűbb a jóddal, illetve a jódtartalmú fertőtlenítő anyagokkal történő fertőtlenítés. A mai jódtartalmú fertőtlenítő anyagok gyakorlatilag zömébe vízbázisúak, ezért a korábbi
hát hitekkel ellentétben ezek többnyire nem is csípnek, vagy legalábbis olyan mértékű kellemetlen érzést nem okoznak, mint amit a korábbi alkoholos jótartalmú fertőtlenítőszerek okoztak. Ha fertőtlenítést végzünk ezekkel az anyagokkal, akkor általában az alapszabály, hogy a sebbe ritkán fogunk belemenni velük, tehát nem nagyon szoktuk a sebeknek a belső terét ezekkel konkrétan kifertőtleníteni. Mindig előtte egy megelőző tisztogatást, ami lehet egyszerű vízzel, vagy akár száraz, steril törlőlappal is megtörténhet, és a maga a fertőtlenítő anyagnak a felvitele az a sebszélektől kifelé irányuló mozgással, ilyen sepregető mozgással történik. Szecsődi Ferenc és Benedek István közös fellépését tekinthetik meg a Sarokkoncert koncertsorozat keretein belül. Johann Strauss, a keringő király, gyönyörű melódiákat írt. Leghíresebb keringője talán a Kék Duna keringő, ám most nem azt a művet játsszuk, hanem a Bécsi Vér című operettjének a híres keringőjét. Azt kell tudni, hogy Johann Strauss sajnos ezt a műnek a bemutatóját már nem élhette meg, 1899-ben mutatták be. Tehát következik a Bécsi Vér című.
és ahol szerelem van, ott a féltékenység is előfordul. Most egy Jakob Gád nevű dán zeneszerzőnek a híres cigány tangóját fogjuk hallani. Az a címe, hogy féltékenység, a zsaluzi. Thank you.
Baranta csapatot alapítottak Ópusztaszeren, a szervezőt, Törő Krisztinát, valamint a Palóc Virtus Kulturális Sportegyesület alelnökét, Szabó Zoltánt kérdeztük. Ópusztaszeren a Baranta csapat épp most fog megalakulni, a szervező Törő Krisztinát kérdezzük ennek részleteiről. Mi is ez a Baranta csapat, mit lehet erről tudni? Mi is várjuk a kezdeteket. Most szeretnénk, hogyha megalakulna a Szeri Baranta csapat, és az Ópusztaszer környékieket várjuk sok szeretettel, Kistelektől, Balástyán át, Dócig, bárki csatlakozhat itt a környékből, és a Baranta a magyar harcművészetnek a neve, és sokkal többet foglal magában, mint a harcművészet, mert a cél, hogy a magyar hagyományokat éltessük, így a zene, a tánc, és emellett persze mindenféle testi edzés, az ostor, a szabja forgatás, közben jönnek a leendő barantások, illetve a birkózás, és természetesen az íjászat is benne van. Boti vagyok, 1,5 éves! Én meg az apukám, Ádi! 18! Lehet akkor azt mondani, hogy bár ez harcművészet, de azért nagyon jelentős ilyen csapat összekovácsoló, közösségformáló része is van ennek a barantán? Így van. Én számomra, az én szívemnek ez a tetszetősebb része, úgyhogy egy jó kis csapatot remélek ettől a történettől, és tényleg az a cél, hogy egyrészt testedzés, de amellett a szellemünket is próbáljuk egy kicsit pallérozni, és jól érezzük magunkat együtt. Milyen korosztályra számítotok? Hát most úgy határoztuk meg, hogy az alsó korhatár az 5 éves kor, de ha valaki még fiatalabban szeretne jönni, akkor szerintem az is belefér, és nincs felső korhatár, úgyhogy a 60-70-80-as pluszosokat is várjuk. Úgy épülne fel ez a találkozás, itt az elején beszélek egy pár percet a barantáról, meg hogy mit csinálunk, aztán elkezdünk egy picit megismerkedni a bottal, meg egy-két játékot játszunk, és akkor amikor azt mondjuk, mindjárt megegyezünk, hogy milyen időintervallum az, ami nektek belefér még a mai napba, és amikor végeztünk, akkor utána megint tenni egy kis beszélgetés, inkább a felnőttekkel, hogy megbeszélnénk, hogy akkor mikor találkozunk, illetve hogy hogyan folytatódjon tovább. Az ide látogatók körülbelül mire számíthatnak a mai nap? Szabó Zoltán jön, ha minden igaz, Szegedről, egy baranta edző, aki ennek a tudója, ennek a barantának, és ha minden igaz, tart egy kis bemutató edzést, és elbeszélgetünk, hogy mi a jövő, tehát hogy tényleg milyen rendszerességgel tudunk itt összegyűlni. A cél az, hogy hetente legalább egyszer itt Ópusztaszeren legyen edzés. Lehet, hogy most nyáron csak egyszer, de szeptembertől már a két edzés is remélhetőleg meg lesz. És a csapat a lényeg, hogy legalább 10 legyünk. A gulyás legény az hasonlóképpen használhatta az ostort, mint én az előbb, hogy megforgatta itt a feje fölött, és innen fordította vissza. Ha akarta, megtanulta a másik kezével, akkor lehetett egyik kézzel is, meg másik kézzel is használni. És hát a csikós legény, aki meg a ló hátán ült, ő neki meg egy olyan technikát kellett használni, ahol nem bánthatta a lovat, mert hát hogyha a saját lovát megcsapta volna, hát akkor az a ló az ledobta volna a hátáról. Tehát képzeljétek el, hogy lovagolok a lónak a hátán vagyok, itt a feje, és úgy kell használnom az ostort, hogy nem érek hozzá a lóhoz. És ezt nevezzük el csikósnak. No hát, és igazából a barantások elkezdtek ezeket a technikákat összegyűjteni. Mi is ez a baranta, mit tudhatunk róla? A baranta az hagyományos magyar harcművészeti irányzat, és ahogy a nevében is benne van, harcművészet, tehát nem önállóan küzdő sport, hanem van egy mögöttes elméleti tartalom is, illetve filozófia. A magyar kultúrát használja, illetve a magyar kultúrára alapszik maga a baranta, és az itt a Kárpát-medencében felelhető kulturális értékekre, akár mozgáskulturális, akár szellemi örökségre támaszkodva próbál itt a 21. században egy olyan tudáscsomagot átadni akár fiataloknak, akár idősebbeknek is, amivel sokkal könnyebben tudnak boldogulni így a jelen világunkban is. És hoztam egy fokost is nektek. A vőfé fokost tudtam elhozni, mert nincs itt a másik fokosom. Annak, aki nem tudná, hogy mi a fokos, tehát egy botnak a végére, hát olyan, mint egy mini balta fej. Biztos láthatok már a fokost, de aki nem látott, annak mutatom meg. És ezt is ugyanúgy, hogyha a botot elkezdted gyakorolni, forgatni, akkor az ugyanolyan.
mint hogyha a fokot is tudják használni. Ugye ez egy érdekes dolog. Történetéről tudsz valamit mondani nekünk? Természetesen. A barantának, úgy, mint az összes többi harcművészeti irányzatnak, akár a kyokushin karate vagy a thai boxnak nézzük, nagyon ősi alapokra vezet vissza, tehát akár több ezer éves múltra is. Ez azt jelenti, hogy egy folyamatos tudás átadás történt, és itt is a barantának, hogyha mondjuk a közelmúltot nézzük, a két világháború között volt a leventés mozgalom, és ott is a fiatalokat próbálták hazafias szellemi dolgokra tanítani, az mellett, hogy testi, illetve edzésben részesültek, tehát testi és fizikális edzésben is részesültek. És ezek után itt a 90-es évek környékén volt Vukić Ferenc a barantának az alapítója, aki gyerekkorában egy ilyen leventés által megkapott tudás következtében egy idős bácsin keresztül került kapcsolatba a barantával, és ott tanította meg őt a bácsika hat alapostor technikára, birkózásra, botozásra, és akkor mondta ki ezt a nevet, hogy még most elbarantáztok, de nehogy a végén bőrlönkedés legyen a vége. És igazából ebből nőtte ki magát a baranta, hiszen a Vukić Ferenc elkezdte a Kárpát-medencét járni, gyűjtötte össze az ostor technikákat, a birkózásokat, fokos, szabja, kard, íjászat, és ebből rakott össze sokat magával egy rendszert, és igazából most is ugye ez egy fejlődő rendszer, és ezt szeretnénk elindítani Ókuszteszeren is. Tehát az íj legelőször ezt a célt szolgálta, és természetesen mellette tudtak vele vadászni, illetve hadászati célra is használták az íjat. És akkor egy picit beszéljünk a részeiről. Az íjnak van egy markolata, amit megmarkolok a két kezemmel. Van neki két karja, és van két szarva, amire ráakasztom az ideget. Ugye most már rá van akasztva az ideg, de hogy én ezt most leajzom, akkor a karokba most nincsen feszültség, igaz? Most simán egyenesen van, hogyha ezt az ideget fogom és beakasztom az alsó szarvába, és felajzom, akkor mi történik a karokba? Feszültség fog keletkezni. És hogyha belegondolunk abba, hogy az embernek is van ideg, igaz, az idegrendszerében, és ott is tud feszültség keletkezni, igaz? És az is van, hogy megfeszítem az íjnak az idegét. És úgy mondjuk azt, amikor elengedem a nyilvesszőt, hogy az útjára menjen, hogy oldom a feszültséget. Mármint, hogy oldom a oldás, és hogy ez analógiában van azzal, hogy ugye tudom oldani a feszültséget. Tehát a nyilvesszőt beakasztom, kihúzom és oldom. És ez is egy nagyon erős kapcsolatra utal. Ha valaki gondolkodik azon, hogy elkezdene barantázni, de még úgy billeg, mit mondaná neki, miért is éri ezt meg? A legújabb tudományos kutatások azt bizonyítják, hogy azok a tevékenységek, melyek a két agyféltekét össze tudják hangolni, gondoljunk itt akár a zongorára vagy furujára, illetve más festészet ilyesmire, ez egy nagyon hasznos tevékenység lehet, hiszen az ember ugye gondolkodik, és nagyon sok dolgot az idegrendszerével, az agyával gondolkodva old meg. Na hát a barantában rengeteg olyan dolog van, amikor a két testfelet egyszerre kell használni, akár tapsjátékok, mondjuk az elejétől kezdve, vagy a botozás, ostorozás, íjászat, de egy egyszerű futás vagy népi játék is fejleszti az idegrendszert, méghozzá oly módon, hogy a két agyféltek között erősíti ezt a kapcsolatot. Hogyha arra gondolunk, hogy például az olvasás az egy kognitív funkció, ahol különböző agyterületeknek szükség van arra, hogy felismerje a betűt, összekösse a betűket szavakká, a szavakat ugye elgondolja, hogy ennek milyen jelentése van, és egy hosszú mondatnak a végén, vagy egy hosszú szövegnek a végén neki valamiféle összegzést kéne levonni. Ez egy nagyon komoly idegrendszeri agyi funkciókra van szükség, és az, hogy ez mindig könnyebb ebben tudjon működni, ahhoz nagyon jó fejlesztő gyakorlatok azok, amikor az ember megtanulja használni a saját testét. Tehát el lehet mondani, hogy akár a diszkalkulia, diszgráfia, diszlexia, ez mind javítható, illetve mérsékelhető ezek a problémák, hogyha az ember hozzányúl ezekhez a dolgokhoz, hogy elkezdi a saját testét, a két testfelét megtanulni használni. A barantának, mint harcművészet irányzatnak, a társas lélektan a filozófiai irányzata, és hát ezt Karácsony Sándornak kell ugye utána nézni, ő az, aki ezt megalkotta, az eddigi egyetlen önálló magyar filozófiai irányzatot, ahol pedig az van leírva, hogy igazából önmagában az ember nem nagyon értelmezhető, mint egyén, csak úgy, mint közösség, és igazából az ember akár a dolgokat is megtanulni, illetve, hogy még egyszerűbben próbálják fogalmazni, tehát a barantában azt ismerjük el, hogy a közösség önálló egyénekből, személyiségekből áll. A közösség elismeri azt, hogy ezeknek a személyiségeknek a kiforrásához, a jellemek kiválásához feltétlenül nagy szükség van rá. Viszont az egyén pedig elismeri, hogy ez a nagy személyiség fejlődés meg csak közösségbe jöhet létre. Tehát így erősít, és így van szükség a barantában mind a kettőre egyszerre.
az egyénnek is, és a közösségnek is a fejlődésére. A trianoni békediktátum 100. évfordulójának emlékéből világszerte több helyén is őrtüzet gyújtottak. Kisteleken Csiszel Zoltánt kérdeztük a részletekről. Kisteleken a Víg utcában is egy őrtüzet gyújtottak. Csiszel Zoltánt, a kezdeményezésnek a kitalálóját kérdezem erről. Mi is ez az őrtűzés, mihez csatlakoztatok ennek a meggyújtásával? Hát tulajdonképpen ez a tűzgyújtás, ez a trianoni békediktátumnak a 100. évfordulójára szerveződött mozgalomhoz csatlakoztunk, és szeretnénk mi is együttérzésünket kifejezni a trianoni békediktátum Magyarországra nézve káros vagy hátrányos, inkább hátrányos helyzetét illetően. Úgyhogy mi együttérzünk azokkal a határon kívülreket magyarokkal, akik a felvidéken, a Vajdaságban maradtak, illetve hát Erdélyben. Ennek a legnagyobb része nyilván az erdélyi magyarság látta a kárát. És mivel Erdélyben ez az őrtűzgyújtás, ez viszonylag nagy hagyományoknak örvend, hát többek között szilveszterkor is hasonló módon ünneplik az új éve jövetelét. Ezzel az őrtűzzel, gondolom ezzel a régi hagyományos székely megnyilvánulással, talán mi is hozzájárulunk ahhoz a szolidális mozgalomhoz, ami arra irányul, hogy megerősítsük a határon kívülreket, magyaroknak az öntudatát, illetve hát a szolidaritásunkat fejezzük ki a kinti magyarsággal kapcsolatban. Úgy tudom, hogy neked igen sok barátod él konkrétan Erdélyben. Hogy érzed, mit jelent nekik Trianon, illetve mennyiben más, mint a Magyarország mostani határain belül élőknek Trianonnak a jelentése számukra? Ez nagyon nehéz kérdés. Ennek a kérdésnek a megítéléséhez talán egy kicsit matek is szükségeltetik. Ugye Trianon 1920. június 4-én íródott, a trianoni békediktátum, akkor hirdették ki. 1920 óta, most 2020. június 4-ét írunk, 1920 óta 100 év telt el. 100 év alatt nagyon sok minden történt. Mondhatnánk így, mi alföldiek, vagy sok vízli folytat, hiszen. De 100 év alatt annyi minden történt határon innen és határon túl, hogy ennek a földolgozása nem biztos, hogy 5 percből belefér, de az biztos, hogy azok, akik ma a határon innen és a határon túl látják ezt a kérdést, ők már csak történelmet látnak. Ők ezt nem látták és nem tapasztalták. Tehát gyakorlatilag azok az emberek, akik manapság ezt a hát, ilyen fekete betűs ünnepet próbálják, vagy a nemzeti összetartozás napját próbálják közösen megélni, azok már csak hallomásba ismerik ezt a történetet. Vissza kell lapozni a történelemkönyvekbe, amit zárójelbe teszem hozzá, nyilván győztesek írtak. Vissza kell lapozni a történelemkönyvbe, és megnézni azokat, hogy azok az egyéni sorsok hogyan alakultak határon innen és határon túl, akkor nagyon-nagyon nagy csodákat látnánk. Tulajdonképpen én erről kérdésre megkérdeztem a srácaimat is, már olyan értelemben, hogy tehát a tanítványaimat, hogy ők hogy látják ezt a kérdést. És ők is pontosan ugyanezt mondták, hogy tulajdonképpen akik már most születtek és benne vannak ebbe a
ebbe a millióbe. Ők ma nem látják azt a trianoni békeszerződés aláírásának a dátumát. Ők ma nem tudnak ebbe belegondolni, ebbe születtek bele. És ezzel a helyzettel próbálnak együtt élni. Mi itt határon belül talán egy kicsit jobb helyzetben vagyunk, és a magyarságunkat Magyarországon nem kell bizonyítani. De határon túl, akár honnan is nézzük, a Vajdaságba, Felvidéken és Erdélyben is, a magyarságnak az összetartó ereje, az nagyon nagy erő. És a magyarságnak az összetartó erejét gyakorlatilag a vallás hozta meg, és a valláson keresztül sikerült azokat az erőket mozgósítani, amelyek a mai napig is élnek, és amelyekkel mai napig is találkozhatunk egy-egy határon túli magyar mozdulás kapcsán. Most nevesül éppen például a pünkösdi búcsúra gondolnék, hogy hány százezer magyar vonul ki Erdélybe, és próbálja a magyarságát bizonygatni az ottani magyaroknak, az ottani székelyeknek, és fölvonulunk zászlókkal és mindenféle jelképekkel annak érdekében, hogy mi bizonyítsuk azt, hogy mi magyarok vagyunk. Ezt nem bizonyítani kell, ezt meg kell élni.